16 éve nem dolgoztam, azért, mert csupán nem szavaztam rájuk. Te elsősorban is a közmunkával fenyítették az embereket, hogy az fog dolgozni, aki a szavaz a polgármesterünkre. Hát a közmunkások ügyében én annyit tapasztaltam, hogy akkor dolgoztunk 140-en választás előtt, de most meg ma elsőjével leadtak mindenkit. Egy polgármester jól felkeresett egy romlott területet, egy olyan romlott területet, ahol a legnagyobb létszámú romák, és távol a szándékkal mentek, hogyha rászavaznak, akkor ő kömény valószínű munkát fog nekik biztosítani. Sőt, ez a polgármester le is vitt egy vállalkozót magával, aki elmondta, hogy neki itt van közelben egy vállalkozása, és szeretné oda felvételizni majd az ottani embereket. Cserébe, ha persze a polgármester jelöltre szavaznak. De hát mi most is ugyanazt kiabálják, hogy majd most csak azok fognak dolgozni, akik a jelenlegi, tehát a régi polgármesterrel voltak. Hallottam olyanokat, hogy aki nincs a polgármesterrel, az el lesz 5 éven által zárva a közmunkától és az egész programoktól. Azt mondta nekem a kisebbség önkormányzati vezető, hogy nem áll neki módjában engem alkalmazni, amivel én őt az elmúlt 4 évi ciklusban nem húztam be. Nem támogattam, mivel én egy olyan tábor támogattam, akihez neki semmi köze nincsen. Ellentétet csinál roma nem roma közt, mert általában 80%-ban roma dolgozik közmunkásként, és ezekkel most, hogy a választás jön, másfél-két hónap nem lett bén. Eljönnek reggel, alájönnek és hazamennek. Tehát magyarul nem dolgozik semmi. Magyarul nem, nincs semmi értéktelen, semmit nem csinálnak az égatta világon. És nem lehet nekik szólni, mert akkor fél a polgármester, hogy nem őt válasszák. Ő mondta is, hogy jó, oké, rendben van minden, nincs semmi probléma. Ha ő kerül be, vissza, akkor lesz munkánk. Így nem azt fogjuk tudasítani az emberekbe, hogy akkor kapsz vissza, dolgozol, hanem azt, hogy nem kell dolgoznod, csak szavaz rá. Más nincs, semmi olyan munkakörülmény, mint a közfoglalkoztatás. Ebből tudnak egy kis plusz pénzt szerezni. Itt az embereket meg lehet venni, sajnos. Félnek, megveszik őket a munkával, a közhasznú munkával, hogy te vissza bejössz dolgozni, erre kell szavazni, stb. Stb. Le kellett nyilvánosan szavazni, és úgy a delegált hatott, és annak az bizonyította, hogy már pedig X meg Y rájuk szavazott. Én a helyi választási bizottság tagja vagyok, úgyhogy jelentés történt felénk, hogy a választási törvény megszegése úgy tűnik, hogy előbukkant már az első pillanattól, olyan 7-8 óra környékén, amikor a választást manipulálni szerették volna. Nyitszavazás folyik, az emberek csoportosan vannak szállítva, és tömeges segítségnyújtás történik a faluban. Jelenleg hatalmon lévők, de szó szerint lehet érteni, hogy hatalmon vannak, az általuk delegált tagok jelenlétükkel, illetve ugye verbális közlésükkel konkrétan nyomást gyakorolnak a választópolgárokra, hogy az általuk jelöltre szavazzanak és adják le a voksukat. Úgy működik, hogy bemegy a szavazópolgár, a delegált oda megy hozzá, és akkor én most neked segítek, ha jogosítványod van, érettségi bizonyítványod van, bármilyen képességed és készségeid vannak, akkor sem tudsz szavazni, hanem én segítek neked. Tehát a szavazás konkrétan nyílt szavazásként történik, ami törvényszegő. A delegáltjai a nap végén elmondják neki, hogy kik voltak azok, akik rászavaztak. És akkor ezt, igen, és ezt felírkálják, hogy kik voltak velük, aki nem volt vele, az vagy munkát nem kap, vagy hogyha dolgozott, akkor rögtön leszámoltatják másnap. Ez körülbelül 400 ember bebizonyítottam, megmutassa, hogy kire szavazik. Dolgoznak az emberek, ha fel van véve 400 ember, az biztos, hogy azt a kisebbségi önkormányzatot nem lehet megbuktatni, mert nekik szavazni nyíltan kell. Tehát nem volt hajlandó erre a nyílt szavazásos játékra? Igen, és nem tudtam bebizonyítani, hogy rájuk szavaztam, vagy nem. Uh-huh.
és ez miatt két nagykorú gyermekem van, semmilyen ellátásban nem részesülnek, és semmilyen segítséget és támogatást nem kaptam a hivataltól. De meg kellett mutatni a szavazólapot, vagy hogyan ellenőrizték? Én úgy hallottam, mert hiányzott 2 vagy 3 darab szavazólap, hogy láncszavazás volt, olyan szavazás történt, hogy elhoztak elsőnek a papírokból, és akkor kitöltötték, és mindig az ember, hogy bement, az mindig, hogy leadtak, az mindig hozta az üreset vissza. Hát úgy ellenőrizték, hogy csak ennek a polgármesternek az emberei voltak a szavazókörbe, ők voltak megválasztva, ők ellenőrizték. Képzeljék el, akik benne voltak, nekünk voltak benne ilyen, akik minket képviseltek. Nekem is volt bent a 2 körbe, 2-2 emberem. Azok még 10 órakor nem tudták az eredményt, de a polgármester meg az emberei, fönt van ott a Facebookon már 8 órakor, hogy ők nyertek. Polgármester jelölt, amikor egy választás van, azért megy bele ebbe a dologba, bármilyen törvénytelen dologba belemennek, például ez a nyílt szavazás, mert itt mindenki tudja, hogy aki mellé állnak a cigányok, az lesz a polgármester. Szegénység van, munkát csak ez az ember tud adni nekik, így rákényszerítette őket arra, hogy azt mondják, hogy igen, mi bevállaljuk azt, hogy letérdelünk, vagy amit kell, ha ugatni kell, fognak ugatni. Több visszajelzés jött, hogy pénzeket osztottak a szavazásért, 5-10 ezreket. Adtak 10 000 forintot, hogy húzzam le a kisebbséget és a polgármesterzat. Én bementem és leégszertem. Pénzt osztotta a segélyt, az állampénzit osztotta a választás előtt egy héttel. 3 000 kaptak, ami oda szavaztak. Utána felajánlott több embernek is 1 000 forintokat emberenként, aki ráhúzza a voksot. 7 vagy 8 hónap alatt osztottak ki 46 000 forintot, most meg 1 nap alatt osztottak ki 100 000 forintot. Már családonként? Nem családonként, hanem 3 000 forint per családonként. Több 100 embert megvettek. Fizetési előleget kértem ki. Kaptam is egy papírt, iratott velem alá a polgármester úr, és azt mondta, hogy ha a szavazás megnyeri, és hogyha biztos lesz benne, hogy én rászavazok, akkor ezt a papírt széttépi, és nem kell megadnom az előleget, nem fogja lefogni a fizetésemből. És szó szerint megmondta, hogy azért nem ad nekem előleget, mert ő tudja, hogy én nem rászavazok. Akik most az ellenfelén voltak, ugye ezek vesztették el 4 évvel előtt a szavazatokat, vagy vesztettek ellenem. Akkor azt mondták, hogy ha bejöttek hozzám, kenyérke, stb., adtam 1 000 forintot, majd segélykor visszaadod. Előlegeket adott ki mindenkinek, több 100 000-eket. Sort álltak, nem egyszer, nem kétszer, ugye járunk föl dolgozni. Reggel már úgy kezdték a hivatalban, hogy kint állt a sor, írta fel egy kis fehér cetlire, hogy kinek kell fára, kinek kell mondjuk kajára, vagy mit tudom én, mire kellene az embereknek. Az egyiknek 100 000, a másik. Láttam a papírt, mert nekem is fölírt 100 000-et. És adott is? Nem adott. Nem adott. Értem, fölért 100 000 forint előleget, de aztán nem kapta meg. Igen, mert megtudta, hogy nem szavazok rá. Mi hallottunk ki a 100 000 forintos előlegekről. Igen, és akkor az ami van? Hát, hogy van ilyen, hogy van, aki 100 000 forint, vagy ilyen nagyságrendű előleget kapott. 2 havi munkabér előleg, azaz pont kiüti. Közmunkab. Tehát akkor volt ilyen, aki a választás előtt kapott 100 000 forint? Ez az elmúlt 4 éve így telt el, még egyszer mondom. Először pénzzel próbálta minden jelöltnek, aki más szervezet színébe indult, 150 000 forint pénzt ígér, hogy csatlakozzon a Lungodrom színeihez. Ez nem ment, most már erőszakkal próbálják. Mi akart minket vásárolni, át akart téríteni minket. Olyan célra, hogy ha nem az ő színei alatt indulunk, vagy ha legalábbis, akkor úrnak nem kedvezünk, akkor minket abszolút le tud a felszínéről, és akkor nem engednek minket még indulni se rendesen, normálisan, hogy pályázatainkat mind el fogják utasítani, minden ajánlásunkat félre fogják dobálni. Ezért 150 000 forintot kínált fejenként nekünk. Mármint, hogy jelöltenként 150 000 forintot? Így van, így van. Hát hány jelölt van itt? 17-en vagyunk összesen az ő csapatukkal együtt.